Atyánk Istenünk, köszönjük neked az életünket, az új életünket, amelyet Krisztus által a Szentlélek munkája nyomán kaptunk. És köszönjük, hogy ezen a napon nem csak életünknek a kezdetére emlékezhetünk, az újjászületésünkre, hanem a feletti örömünket is kifejezhetjük, hogy az elküldött pártfogó földéletünk végéig ott van velünk, mellettünk, bennünk és vezet. Add, hogy rácsodálkozzunk ezen a délután erre a kegyelemre, és hadd tudjunk mindent megtenni, hogy valóban részesei is legyünk áldásaidnak. Jöjj Szent Lélek Isten közénk, szólíts meg bennünket, áld meg hiányzóinkat, betegeinket, szabadságon levő testvéreinket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Délutáni Isten tiszteletünk kezdetén szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Száj szívünkbe Szentlélek kezdetű énekünket fogjuk majd énekelni, és most az Isten tisztelet kezdetén szeretném köszönteni a láthatatlanokat. Ma a stúdióban a három legfiatalabb stúdiósunk van, mind a hárman 14 év alattiak, és köszönjük az ő munkájukat is, és azokét is, akik betanították őket. Tehát 166. éneket énekeljük először. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk első egységében énekeket, zenét és
bizonyságtételeket, felolvasásokat hallgatunk meg. Az énekarra figyelhetünk először, azt követően Várad István testvér szolgálata következik, majd pedig a kamarakórus énekel. Pünkösdi imádság Szikszai György után szabadon. Atya, Fiú és Szentlélek, Szent Háromság egy Isten, csodálom és imádom nagy könyörületességedet és a mi üdvösségünkre tett csodálatos cselekedeteidet. Szent Fiadat elküldted, hirdetted általa az üdvösség útját, kínra és halálra adtad őt a mi bűneinkért, azután feltámasztottad, a mennybe felvitted és megdicsőítetted. Elküldted a Szent Lelket is, hogy szülje újonnan, szentelje meg, tanítsa, vezérelje és vigasztalja a te Szent Fiad által megváltott hívő bűnösöket. Miután az első pünkösdön kitöltötted a Szent Lelket, e pünkösd napján én is Szent Lelket kérek tőled. Azt kérem, hogy szenteljen meg, jobbítson, igazgasson, erősítsen, vigasztaljon. Azt kérem, hogy ő tanítson engem imádkozni. Szentlélek Isten, jöjj és gyújtsd fel a buzgóság tüzét bennem. Ó, szentségnek lelke, jöjj és szenteld meg szívemet, indulataimat, kívánságaimat, hajlandóságaimat,
és tégy engem alkalmassá a valóságos szentség követésére. Erőnek lelke, jöjj és adj lelki erőt nekem a jóra való erőtlenségemben, támogass kísértéseimben, és bírj jóra mindenkor engem. Igazság lelke, jöjj és vezess engem minden igazságra. Békesség lelke, jöjj és támaszd bennem békességet, szelídséget és tűrést. Ó, vigasztalás lelke, jöjj és vigasztalj engem szomorúságomban, biztos minden hányódásomban, és támasz lelki örömöd bennem. Fiúság lelke, jöjj, és tégy bizonyságot lelkemben afelől, hogy Istennek örököse, Jézus Krisztusnak pedig örökös társa vagyok. Áldj meg engem minden szükséges lelki ajándékkal. Maradj nálam, lakozz szívemben, mint a te templomodban, vezérelj engem életem minden napjában. Hadd végezhessem el örömmel és boldogan futásomat, és hadd juthassak el egy napon a veled való boldog közösségre. Ámen. Hitvallás következik, Mohácsiné kertész Vivien és kertész Bettire figyelhetünk. Ennek során majd az énekkar következik. Verset hallgatunk meg ifjabb László Gábortól és zongora szólót Hornok Istvántól.
Kár Ráner, hiszek a Szentlélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy vágyakozással tölt el Isten igéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
Túrmezei Erzsébet, az enyém. Hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, a munka és a kudarc az enyém. Ha sötét az út, homályos tekergő, elfödi a célt ős rengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfelé akar és lejjebb jut a láb, tudom, az az út az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártomban titkos kötelék kötöz meg, érzem a nyomását, viselem az átkát, nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát. Teher és bilincs az enyém. De ha bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehullnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mind magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás ének az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt, sebző, gyöngyre, kőre már a célfénye hull, el nem takarja semmi, megállni sem enged, ernyetten pihenni, bizony az az út az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak és dicsőek a harcok, az áldott munka, a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyenge, az ő lelke hatalmas. Az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas. Az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém. Munka, út, élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé, az erős, a győztes lélek. Thank you.
Kedves gyülekezet, énekeljük az ige olvasás előtt, jöjj te égi harmad, hasd át a lelkünket kezdetű 164. énekünket. Fennállva énekeljünk, és maradjunk majd állva az ige olvasás idejére. Kedves gyülekezet, olvassuk igénket János írása szerinti evangélium 14. fejezetéből a 15. és 17. versek közötti ige szakasz alapján. Az ige olvasás után majd Kertész Péter testvért kérjük imádságra. Tehát János evangélium a 14. fejezet 15. versétől. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, és ő veletek lesz mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kedves Úr Jézus, az a mi vágyunk, hogy a mai délután is üzenj igéd által, hogy tüzet foghasson a világ. Munkálkodj rajtunk keresztül, hogy a hétköznapokban megvallhassunk téged, és segíts meg, hogy ne csak a bajban forduljunk te hozzád. Kérlek, áld meg szolgádat, és nyisd meg szíveinket igéd előtt. Amen. Foglaljon helyt a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg.
Emberi kapcsolatainkban előforduló kérdések bizonyos élethelyzetekben. Hosszabb ideje fáj valahol, nem akar használni az egyszerű gyógyszer, van jó orvosod? Valakivel összekülönböztünk, talán anyagi okok miatt, én vagyok a vesztes, van jó ügyvéded? Lelki problémája van valakinek, nem tud felszabadulni a búskomorságból, a félelmeiből, és talán azt kérdezik, van jó pszichológusod? Mert az embernek szüksége van valakire. Mindig a bajához, a nyomorúságához, a kérdéseihez illeszkedő szakemberre, aki közel van, aki elérhető, aki megért, és aki tiszta szívből felvállalja az ügyünket, és segít nekünk. Azok az emberek, akik a jövőjükről jól gondolkoznak, igyekeznek név jegyeket beszerezni, mögötte embereket látni, közben járó neveket megismerni, ha baj van, akkor tudjam őt hívni. Kedves gyülekezet, a felolvasott ige szakasz talán mondhatnánk, ami megváltunk testamentumának a része. Mielőtt ő elment a passióra, elindult a szenvedés útjára, tanítványaival mélyen és hosszan elbeszélgetett. És ebben a beszélgetésben a jövőről szólt. Arról, hogy mi lesz a tanítványokkal, ha fizikai szemükkel már nem látják őt, nem hallják a hangját, és nem lesz közöttük közvetlen kontaktus. Mert Jézus tudta, hogy az ő szolgálati ideje lejár, és a mennybe menetelkor ő eltávozik a földről, és a tanítványok fizikai szemükkel már nem látják őt. A 3 év alatt a tanítványok megszokták, hogy velük jár Jézus. És az énekíró szavait idézhették volna ők, hogy minden nékem Jézus, talán akkor sem tudtak volna mindent elmondani a kapcsolatról. Mit is jelentett nekik Jézus, csak néhány tényezőt soroljunk fel. Kérdezzük meg Pétert, mit jelentett neki Jézus? Hát az anyósomnak a gyógyítóját. Azt, aki csodálatos módon halat adott nekem ott a tengeren. Ő az, aki fegyelmezett, aki, ha kell, a helyemre tett engem. A nagyságról vitatkozó tanítványok, ki nekem Jézus, aki leleplezi a szívünknek a vágyát, és elmondja, hogy valójában kik vagyunk. Annyi megtapasztalás. A viharban védő, az ellenségtől óvó, a vezetünk, a bátorítunk, a szolgálatba küldünk, a megdicsérünk, ha kell. Mindenük volt a tanítványoknak Jézus. Ezért ahogyan mi az emberi kapcsolatainkra gondolunk itt a földön, ők nem akarták elengedni a mesterüket. És bár Péterből a sátán szól, amikor azt mondja, hogy mentsen, Uram Isten, nem eshetik ez meg te veled, de ebben benne van az is, hogy mi lesz velünk, Mester, ha te emberek kezébe kerülsz, és meg fogsz halni. Amikor egyik alkalommal Jézus kicsit keseregve látja az elapadó hallgatóságot, akiket érdekel az Isten igéje, akkor azt kérdezi a tanítványaitól, hogy ti is el akartok menni? És mit mondanak a tanítványok válaszul? Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van nálad, és ebből az is kitűnik, hogy mástár nincs ez. Csak nálad. A mester tudta,
A tanítványok lelke össze fog omolni, ha ő az emberek kezébe kerül. És mi mondhatjuk, mert mondjuk is, hogy a tanítványok gyávák voltak, hogy elszaladtak, hogy féltek, hogy bezárkóztak. Sok mindent mondhatunk a tanítványokról, és igazunk is van, de ne felejtsük el, a mindenüket veszítették el nagypénteken, és úgy látták sötétben a világot, hogy nincs tovább. Mi lesz velünk? És Jézus felkészítette az általa kiválasztott és nagyon szeretett tanítványokat. Ha én elmegyek, akkor lesz folytatás. És most te felolvasott néhány igevers erre az ígéretre utal. Ha én elmegyek, kérem az atyát, hogy küldjön nektek másik pártfogót. Picit idézzünk el ennél a kifejezésnél, hogy másik. Nem egy teljesen különbözőt. Nem egy teljesen különállót, hanem egy más pártfogót. Isten fia, Jézus Krisztus megígérte a Szent Lelket, mint Istent a tanítványoknak. Más a megjelenési formájában, de munkájában és a vele való közösség következményeiben ugyanaz, csak megjelenési formájában más. Nagyon sokat törték a teológusok az első századokban a fejüket azon, hogy megfogalmazzák ezt a mást. Hogyan lehet ezt megfogalmazni? Teljesen más, vagy teljesen ugyanaz? És a sokféle kép közül nekem azt tetszik a legjobban, amikor azt mondják, hogy egy fáklyának valaki a lángjából átvesz, és ugyanaz a láng van, csak egy másik fáklyának a szárából. Amikor Jézus azt ígérte, hogy más pártfogót küld nektek, akkor a tanítványok pünköstkor és azután ugyanazokat tapasztalták meg, mint amelyeket pünköst előtt a Jézus Krisztussal való közösségben. Mert fizikailag Jézust nem látták. De a Szentlélek Isten munkája ugyanazt eredményezte az életükben. Így szól az igénk, hogy küld nektek másik pártfogót. Ki is ez a pártfogó? Ismerjük a görög kifejezést, a fordítási lehetőségeket, és a sorból csak néhányat. Ez a pártfogó a vigasztaló, ő a bátorító, ő a vezető, az istápoló, az ügyvéd. És nem tudjuk felsorolni igazán, hogy mit jelent a pártfogó. És a tanítványok mindezt megtapasztalták. És ha mondhatták azt, hogy minden mindennékem Jézus, akkor mondhatták azt, hogy a Szentlélek Istenben mindent megkaptam, és Isten mennyei áldásának összessége ránk áradt, és velünk van. És amit Jézus mondott, hogy az Atya majd küld nektek pártfogót, az ígéret beteljesedett, és pünköstkor elküldte. Sokan úgy gondolják, hogy a pünköst ünnepe az egy pontszerű esemény. Amikor arra emlékezünk, hogy ott Jeruzsálemben kitöltetett a Szentlélek, aztán mindenki ment haza és élte tovább a hétköznapi életét. Azt mondja Jézus, hogy akit küld az Atya, ő hol is fog lakni? Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Azt mondja az Úr Jézus János evangéliumában a Nikodémussal folytatott párbeszédben, hogy az embernek van arra lehetősége, hogy Jézus Krisztust befogadja az életébe. És Jézus Krisztus befogadása által Isten gyermekévé legyen. Jézus befogadása, velünk létele a Szentlélek által valósul meg az életünkben. Nálunk lakik. És ha Jézus Krisztusra igaz az, hogy az Isten sátora az emberekkel lakozott, hogy itt volt a földön, fizikailag tapasztalható módon, akkor igaz a Szentlélek Istenre, hogy itt van a földön.
és a nálatok lakik pontosítása vagy teljessége az, hogy bennetek lakik. Azt énekeltük, vagy azt énekelt az énekkar az első énekben, hogy a Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe. Kedves gyülekezet, ha valakinek szüksége van valami fajta segítségre a Földön, akkor úgy szokták az emberek gondolni, hogy elmegyünk ahhoz az emberhez és felkeressük. És egy alkalmi kapcsolat alakul ki vele, amelyben mi kérünk, kapunk, fizetünk, aztán lezárjuk ezt a programot, és becsukjuk az ajtót, és éljük az életünket egészen addig, amíg nincs megint valakire szükségünk. Az Úr Jézus, amikor megígéri a pártfogót, a Szentlélek Istent, hogy eljön, akkor azt mondja, hogy ő nálatok lakik, és bennetek lesz. Nagyon téves az az elképzelés, és nem Isten akarata szerint való. Amikor valaki, jaj Istenemet kiált, ha baj van, és gyorsan kéri a mennyei telefonszámot, meg a kapcsolatot, meg felemleget mindenkit, aztán utána az egészet elfelejti. Valamelyik nap megkérdeztem valakit, hogy elkötelezett keresztény? A válasz ez volt, gyermekkoromban jártam templomba, és most ismerek valakit a családban, aki jár. És ő teljesen elégedetten mondta ezt, hogy ez egy nagy előrelépés az életében. Beszéltünk utána, hogy ez nagyon jó, de egy kicsit tovább kellene lépni. Az, hogy nálatok lakik és bennetek van, ez nem ez, testvérek. Ez egy titok, amit lerajzolni nem tudunk, de amit megtapasztalunk, amit átélünk, ami a miénk. Bennünk lakik az Isten szent lelke. Ebben a sokszor öregedő, sokszor bűnre hajló, erőtlen emberi testben. Azt mondja Pál apostol a Korintusi levélben, testvérek, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma, bennünk lakik. Nem kívülről hívunk segítséget, nem odaszaladunk valakihez, hanem közösségünk van vele. És amikor az Úr Jézus megígéri, hogy kérni fogom az Atyát, és ő majd fog nektek küldeni pártfogót, akkor kiknek is ígéri ezt? Azoknak, akik megtartjátok az én parancsolataimat. Akik közösségben lépnek vele, akik közösségben akarnak vele élni, szeretett közösségben, azok megkapják a szent lelket, mint ajándékot. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Péter pünkösdi prédikációjában ez a kifejezés, hogy keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát, valami ajándék, amit kicsit használunk, aztán félreteszünk. Valami fajta képesség, amit időnként használunk. Nem ott a Szentírás azt mondja, hogy veszitek a szent lelket, mint ajándékot, mint magát, őt kapjátok meg. És amit Jézus ígért, az beteljesedett. Beteljesedett már a tanítványoknak az életében is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő, aki eljön a pártfogó, ő az igazságnak a lelke lesz. Sok mindenre eljutottak Jézusnak a tanítványai. De sok mindent még nem tudtak. És a Szentlélek kijelentette nekik. Gondoljunk az Úr Jézusnak az egyik tanítványára, aki talán nem járt vele a földön, de az apostolok közé számítatott Pál, aki a Szentlélek által olyan addig még nem ismert igazságoknak a birtokába jutott, amelyek rendíthetetlenek. Az apostolnak megadatott az a lehetőség, hogy a lélek által elragadtasson, és betekintsen Isten eljövendő tervébe, hogy egy kicsit többet is megtudjon annál, amit Jézus mondott, hogy én elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy milyen lesz az az ország. Vagy gondoljunk János apostolra, aki az igazság lelke által szintén információkat kapott, amelyek számunkra nagyon-nagyon fontosak. És aki eljön, aki az igazság lelke, nem részszerinti emberi igazságot képvisel, hanem az Isten igazságát nyilatkoztatja ki bennünk, és erre vezet el bennünket folyamatosan. És ha ott van a szívünkben a vágy, amit Jézus mond, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát,
a Szentlélek bennünk lakozása által lehetséges ehhez az igazsághoz eljutnunk. A tanítványok, akik a pártfogóval úgy kerültek kapcsolatba, hogy lakozást vett bennünk, megtapasztalták a pártfogónak a megszentelő munkáját, a formáló munkáját. Mert a Szentlélek, a pártfogó Jézus képére és hasonlatosságára formál bennünket, alakítja az életünket. Mi nem csak megszületünk, nem csak újjászületünk, hanem Isten tervének megfelelően, ha az életünk a helyén van, és a pártfogó a hatalmat a mi beleegyezésünkkel megkapja az életünkbe, életünk végére hasonlítunk Jézus Krisztushoz. Jellemünkben, személyiségünkben, Istennek odaszentelt életünkben, és ez a pártfogó munkája az életünkben. Testvérek, mi lenne velünk, ha a pártfogó a Szentlélek megszentelő munkáját nélkülöznénk? Milyen durva, darabos, bűnnel kacérkodó, örökké a bűn gödrébe csücsülő, sokszor megfáradt hívő emberek lennénk. És nem változott volna az életünk semmit. Mert a Szentlélek felhasználja a bennünket ért eseményeket, vagy Isten akaratából szervez nekünk eseményeket. Néha újból és megmutatja nekünk a Krisztust, hogy felragyogjon, akkor is, ha mi nem nagyon nézünk rá, és más életpályát futunk be, hogy meglássa, hogy kivé kell formálódnunk, és folyamatosan megszentel bennünket az Isten igéjével és az ő igazságával. A pártfogó védelmet jelent. Míg Jézus velük volt, ő védte a tanítványait. Amikor a pártfogó volt velük, ő védte őket. Jézus tudta, hogy elő fog állni olyan helyzet, hogy a tanítványoknak számot kell adni a hitükről hatóság előtt, ahol talán bánthatják is őket. Vajon mivel védjük meg magunkat? Mondjunk-e valamit, vagy ne mondjunk valamit? Azt mondja Jézus, hogy ha ilyen helyzetbe kerültök, akkor ne készítsetek otthon védőbeszédet, ne fogadjatok fel egy emberi ügyvédet, aki majd segít nektek. Azt ígéri, hogy ő majd eszünkbe fog juttatni olyankor olyan dolgokat, amelyeket elmondhatunk. És hogy ez milyen csodálatosan működött. Péter és János a sánta meggyógyítása után oda kerül a korabeli vallási hatóság elé. Azt mondják nekik, hogy megparancsoljuk nektek, hogy a názereti Jézus nevébe többet ne tanítsatok. Most mit mondjon? Mit mondjon ez a két ember? Úgy, hogy ne is menjen neki a vallási vezetőknek, és felesleges provokációt ne jelentsen, de úgy is, hogy megtegye azt, amit kell. Zseniális a válaszuk. Azt mondják, hogy nem lenne igazságos, ha most nektek engednénk. Mert ebben a helyzetben, amikor ti is mondtok nekünk valamit, meg a Szentlélek Isten is mond nekünk valamit, mert mi ismerjük Krisztust, és róla akarunk tanúságot tenni, most nem tehetjük meg, hogy nektek engedelmeskedjünk. Istennek kell inkább engedelmeskedni. De szó sem volt arról, hogy Péter és János átkozta volna ezeket az embereket. Hogy felesleges feszültséget gerjesztett volna közöttük. Egyszerűen csak azt mondja, hogy ebben a helyzetben, mikor a kettő nem egyezik, Istennek kell inkább engedelmeskedni. Zseniális. Ki az, aki segít Pálon? Egyik helytartó, a másik után váltások vannak, hallgatják ki a Rómába fellebbezésre készülő Pált. És a Szentlélek, aki Pálban lakozást vesz. Apostolok cselekedetéből ismerjük ezeket a tényeket. Fantasztikus, bizonyságtevő beszédet ad ennek az apostolnak az ajkára. És úgy tűnik, hogy a helytartónak a kihallgató épülete templommá és imaházzá lesz.
Majdnem igét is olvas, pár énekkart éppen nem kér, és elkezd prédikálni. Elmondja a megtérését, és odáig jut Pál apostol, amikor megkérdezik, hogy te mit keresel itt, hogy a végén oly mértékben érintettek lesznek a kihallgatók, hogy szinte már szégyellik magukat, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Mert megérintette őket az Isten igéje. Igazi ügyvédje lett a pártfogó Pálnak és tanítványainak. A pártfogó vigasztal, és a tanítványok életében ez valóságos volt. És a Szentlélek Isten, aki a tanítványokban lakozik, ő nem azt a fajta vigasztalást adta a tanítványoknak, amit mi szoktunk erőtlenségünkben, hogy megpróbáljuk megsimítani valakinek a buksiját. Vagy elmondjuk a temetőben az egyen mondatot, nagyon készülünk rá, hogy jól mondjuk megfelelő hangsúlya, hogy fogad részvétemet. Ezek fontos mondatok. De nem ezt hallja Pál. És nem ebben leli a vigasztalását, amikor az élete veszélyben van, és mindenkinek ki van szolgáltatva. Amikor azt mondja, hogy veszedelemben vagyok a szárazföldön, veszedelemben vagyok a tengeren, veszedelemben vagyok hamis atyafiak között. Amikor mindenkinek ki van szolgáltatva az élete. És ezen események közben éppen egy hajón van 276 emberrel együtt, és mindenki azt várja, hogy mikor fogunk meghalni. Nincsen már se felszerelése a hajónak, semmi. Akkor mi is történik ezzel az apostollal? Azt mondja, hogy az éjjel mellém állt valaki. A hajónak van kapitánya, vannak szakemberek, akik vezetik a hajót, van egy százados, aki felügyel a foglyokra, és ki lett a főnöke ettől kezdve a hajónak? Úgy hívják, hogy Pál. Ő mondja meg, hogy mit tegyenek, ő mondja azt, hogy egyetek, ő mondja meg, hogy ezt ne engedjétek, és azt mondja, hogy mindenki ki fog kerülni a szárazföldre. Mert mellém állt az, aki benne volt, még külön meg is jelent neki. Hatékony volt a vigasztalás, testvérek? Igaz volt a vigasztalás. Már csak egy áldását mondok a felsorolhatatlan áldásoknak, a pártfogónak. És megint tekintsünk azokra, elsősorban most azokra az emberekre, akik valamilyen módon ismerték Jézust, vagy az első generációba tartoztak. Ismerünk egy Pétert, egy félős Pétert, akinek a levelében ilyeneket olvashatunk, hogy a szenvedés az Istennek az eszköze. Aki azt mondta, hogy bátran vállaljátok fel Jézusért a szenvedést. Mi lett ezzel a Péterrel? Lakozást vett benne a Szentlélek. És ez a Péter, aki káromkodni is kész volt, mert félt, hogy mi lesz velem ott a főpapnak az udvarába, ez a Péter azt mondja, hogy szenvedjetek, testvérek! És ez a Péter a hagyomány szerint nem ment el Rómából, hanem feláldozta az életét Jézusért. Azért, mert ott volt a szívében az élő reménység. És ő maga mondja, hogy legyetek készek minden alkalommal számot adni a bennetek élő reménységről. Mondhatnánk így, hogyha emiatt meg is kell halnatok, akkor is. Mert a bennük lakozó Szentlélek ilyen reménységet ébreszt a szívükben. És a szinte kihagyhatatlan páli bizonyságtétel. Ez az ember, aki halni készül, megint nem ágyban párnák között, hanem azért, mert Krisztust követi, mert a léleknek engedelmeskedik, és Istennek választott edényeként minden helyzetben vállalja az evangéliumot és hirdeti, a Szentlélek által felkészítve, bizonyossággal, csordultig töltve, nem tudjuk hány nappal a kivégzés előtt azt mondja, a ma nemes harcot megharcoltam,
ismerjük a bizonyságtételt. És azt mondja, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Most hova is készül ez az apostol? Kivégzésre készül? Vagy valami ünnep lesz? Most fog célba érni, és most várja a megkoronázását azért, mert a lélek által vezetett élete hűséges volt Istenhez? Egyszer a kettő kivégzése lesz, és csordultig van a szíve reménységgel és bizonyossággal. Honnan? Mert eljött a pártfogó, aki nálatok, sőt, bennetek lakik. Kedves gyülekezet, ebben a szakaszban, mintha lenne egy kirekesztés. Azt mondja Jézus, hogy a világ nem ismeri őt, a világ nem látja őt, de ti igen. Kedves gyülekezet, ez nem a mindenható Istennek a személyválogatása. Ez az ember döntésének a következménye. Mert aki szereti Jézust, aki megtartja a parancsolatát, aki imádkozik az Istennel való áldott közösségét, és a legszélesebbre nyitja mindig a szívét, az megtelik a Szentlélek Isten jelenlétével. És nem lesz többé a világ. Mert a világ a jánosi iratokban az ördög hatalma alatt levő része a teremtettségnek. Nekik nem adatik, nekik nem adatik meg a tapasztalás. Nem értik, hogy miről van szó, de mi tudjuk, hogy igen. De ebben az igeversben az a reménység is benn van, hogy a világ is hihet Jézusban, és megváltozhat, és ők is ebbe a táborba kerülnek. Kedves gyülekezet, pünköstkor arra emlékeztünk, hogy a Szentlélek kitöltetett ott Jeruzsálemben. Emlékezhetünk arra, hogy az életünkben volt egy pünköst. Volt egy aratás, volt egy ünneplése annak, hogy Isten igéje szerint élhetünk, és van közösségünk a Szentlélek által a mindenható teremtő Istennel. De nekünk most nem pont van. Nem befejeztük az ünnepet és hazamentünk, hanem folytatódik talán az, ami eddig volt az életünkben. A bennünk lakozó Szentlélek Istennel közösségben éljük az életünket. És ez nem azt jelenti, hogy morzsolgatjuk a napjainkat, hanem azt jelenti, hogy oly valaki lakik bennünk, aki szeret bennünket, aki vezet bennünket, aki célhoz akar vezetni bennünket, és aki bővölködő életet akar nekünk adni. És ez semmi másért nem történik, csak kegyelemből, Isten végtelen szeretetéből. Van valakit? Most nem a szerelmesekre gondolok. Van jó orvosod? Van ügyvéded? Van pszichológusod? Van papod? Van szerelőd? Van valakid? Nekünk egy személyben van mindenki, akiben mindent adott nekünk a mindenható Isten. Testvérek, becsüljük meg őt, imádjuk őt, dicsérjük őt. És amikor énekeljük, pünköstkor többször talán, hogy Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, legyen teljesebb a te lakozásod bennünk, akkor ne a spájzra gondoljunk, ne a fürdőszoba sarkára, ne egy kis részére az életünknek, hanem arra, hogy töltsd be bennünket teljesen. Amen. Az énekkart hallgatjuk meg.
Kedves gyülekezet, ha valaki ma a Kelet-Magyarország valamelyik kis falujába végig sétál, akkor lát szép rendezett házakat, egész piciket és egész nagyokat, nyílt füvű udvarral gondozott házakat, aztán lát leengedett rolókat, embermagasságú gazdal telilevő udvarokat, és néha nekem van egy statisztikusom, akiről tudom, hogy például Szamosszegen mindig hány ilyen üres ház van, elmondja, hogy milyen szomorú, hogy mennyi ilyen van. Testvérek, annyiszor hallottuk ma ezt a szép énekben, bizonyságtételben, imádságban ezt a hívást, hogy jöjj. Most is hallottuk. Testvérek, hogy milyen az életünk, a lelki házunk? Nem számít, hogy sima az arcunk, vagy már ráncos, kicsik vagyunk, vagy nagyunk, hogy diplománk van, vagy nincs, hogy mennyi a pénzünk, ez nem számít. Lakott-e a házunk? Azt mondja Jézus, nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ez az én ígéretem. Nem akarja, hogy a redőny félig legyen engedve, lelkünk udvarát felverje a gaz, megbarátkozzunk a bűnökkel, a lelki gondozatlansággal, az eredménytelenséggel, a keserűséggel. Ez egy fantasztikus ígéret. Nálatok, bennetek lakik. Testvérek, hogy néz ki a házam, az életem? Látszik rajta, hogy van lakója, és nem akárki a lakója. Most csendesedjünk el, és ez a sok jöjj, ez szólaljon meg az ajkunkon. Akkor, ha még nem a lakó, akkor, ha talán a Laudéce gyülekezetnek elmondott üzenet az aktuális, hogy az ajtón előtt állok, kiállok kívülről, már bent voltam, de kiszorultam akkor is, hogy jöjj. Vagy akkor is, ha egy megújulásra, egy teljesebb átadásra van szükségünk. Mondjuk szükségeink szerint ezt a szót, meg mindent mellé, amit akarunk, hogy jöjj. Csendben imádkozzunk, és majd Hegyi László testvér kérem hangos imádságra. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel a kedves gyülekezetet. Szentlélek Isten bennünk lakozása tegyen bennünket egyre bővölködőbb életű gyermekeivé a mindenható Istennek. Ne feledkezzünk meg betegeinkért, az értük elmondott imádságokért, a kórházban levő betegeinkért külön imádkozzunk. Köszöntjük vendégeinket, akik körünkben vannak, akik már délelőtt is itt voltak, és hadd köszöntsem közveti állomásunkról, Szent Márton Kátáról itt levő Szabó családot. Igaz, nem a teljes család, életetekre jó Isten áldását kívánjuk. Kedves gyülekezet, délelőtt említettem, hogy hagyományaink szerint szokott egy nyár elejé vasárnapunk lenni, amikor azt mondjuk, hogy ez énekkari záró, meg vasárnapiskolai záró, mert június közepétől úgy augusztus közepéig sokan munkások és énekkari tagok, gyermekek szabadságon vannak.
Most a lezáráskor, egy szakasznak a lezárásakor, hadd említsek meg néhány nevet a gyülekezet szolgálói közül, akik ezeken a területeken szolgálnak. Hála Istennek, hogy sok más területen nagyon sok szolgálója van a gyülekezetnek, és jelképesen egy-egy virágot fogadjanak a testvérek. A virágokat két előjáró testvérünk, Ricsoviny Róbert és Szlepák Lajos testvér fogja átadni, kertész Vivien, Szlepák Zsolt testvér, kertész Viviennek a közreműködésével. Először hadd mondjunk köszönetet a gyülekezet karmestereinek, Szabóni Ricsoviny Renátának, Cseri Zsoltnak és kertész Péter testvéreknek. Vagy ma, vagy máskor mindenki megkapja a virágot. Azt kérdeztem a testvérektől, hogy ismerik-e, akiknek a virágot át kell adni. Azt mondták, hogy igen. Köszönjük a szolgálatot Váradini Egri Anna testvérnőnknek, aki a vonós zenekarunkat, vonós szolgálatokat vezeti, és akinek a vezetésével ilyen szép énekeket tanulnak a gyermekek, amiket ma is hallottunk vasárnap reggel. És köszöntjük Ricsoviny Róbertné testvérnőt, aki a Pengetős zenekarnak a vezetője. És akkor haladjunk tovább, köszönetben az orgonistáknak mondjunk köszönetet. Az orgonistáknak a vezetője, a szervezője kertész Péter testvér, akinek a második virágja is jelenleg itt marad a tárcán. Aztán folytatnám tovább. Ricsoviny Róbertné, Ricsoviny Dóra, Cseri Tibor, Hornok István, Horváth Bálint, ő sincs most itt, csak délelőtt volt itt, és Kádár Ottó testvérek. Köszönjük a szolgálataikat. És szeretnénk megemlíteni az ifjúsági zenecsoport tekintetében is Ricsoviny Dórát, mint kísérőt. A férfiakat is ő kíséri zenével. És Szabóni Ricsoviny Renátának is köszönjük a férfi karnak a vezetését. És a vasárnapiskolai tanítóknak a nevét is hadd említsem meg. László Gáborné a vasárnapiskolai tanítóknak a vezetője. Aztán Hornok Lázár Éva, Mikó Gedeonné, Szabó Ivett, van három elbetűs még, László Margit, László Lila Eszter és László Laura Hajnalka. És a Tini Klubnak a vezetőjének is hadd mondjunk köszönetet Szabó Zoltán testvérnek. Valahol ő is meglátható. És az utolsó, de nem utolsó szálvirág pedig Hegyi László testvére, az ifjúsági csoport vezetője, mert ott is következik a nyári szünet. Kedves gyülekezet, örülünk, hogy ezen kívül még számtalan csoport működik a gyülekezetünkben, szolgáló csoport. Egy másik alkalommal majd nekik is ilyen formában köszönetet mondunk. És hadd idézzem végül az 1 Korintus 15:58-at, munkálkodjatok mindenkor, buzgolkodván az Úr munkájában, tudván, hogy a ti munkátok, mondjuk együtt, nem hiába való az Úrban. Folytassuk a hirdetéseket, majd szeretném folytatni a hirdetéseket. A keddi alkalmat szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani, majd pedig a csütörtöki 3 alkalmat, a szokásos 10 órakor, délután 5 órakor és a délután 3 órakor és délután 6 órakor kezdődő alkalmainkat, a pénteki korosztályos alkalmakat,
és a szombatot, amikor a vasárnap iskolásoknak a záró kirándulása lesz. Ha jól tudom, 9:30-ra kell itt lenni a gyermekeknek, és vonattal mennek a Merzsemocsárba, nem sinem futó vonattal, hanem ilyen gumikerekes vonattal, és aztán majd itt foglalkozások lesznek nekik az imaházban. A június 11-i alkalmat említem meg a testvéreknek a hirdetésnek a végigmondása nélkül, csak egy időpont, 9:30-kor indul az autóbusz azoknak, akik a gyülekezeti autóbusszal mennek. Június 18-án Hegyi László testvér fogja majd délelőtt hirdetni az igét. Június 25-én gyermekbemutatásunk lesz, és többször hirdettem már, hogy a ránk következendő csütörtökön Hornok István testvérnek lesz egy koncertje, meghívó ott található kint az előtérben. Záró énekünket énekeljük, amely így kezdődik: Küld szent lelked, kérlek Uram. 160. énekünk, minden versét fennállva énekelj a gyülekezet. Yeah.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel. Kedves, picit türelmet szeretnék még kérni. Köszöntjük Gizike nénit, aki újból hazajött látogatásos itt van körünkben. Isten áldását kívánok.